Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Pax TV-n. Én Zsuzsi vagyok, és ez itt a Zsuzsi Trend. Fogadjátok szeretettel a mai műsoromat is! Ma egy új vendég van nálunk, Géci Miriam. Szia, Miri! Szia. És persze a szokásos drága piroskánk. Szia, piroska! Szia! Az a helyzet, hogy a mai műsorban egy új vonalon indulunk el, ugyanis azt gondolom, hogy piroskával teljesen szétszettük a formákat, színeket, kiegészítőket, típusokat, évszak típusokat. Nagyon sokat tanultunk, én is személy szerint, és most eljöttek a Mirivel azért, hogy beszéljenek arról, hogy mi van ma a divatban, mi a trend. Igen. Igen, na megkezdjétek, meg melyikőtök kezdi. Én nagyon izgalmas témának tartom ezt, úgyhogy várom, hogy mit fogtak nekem mondani. Igen, mielőtt konkrétan a trendekről fog Piroska beszélni, én egy picit szeretnék előtte a tavaszi vagy nyár elejé alapruhatáról még. Ami illetve, aktuális. Ami aktuális, igen. Illetve ugye minden évben van egy úgynevezett évszíne, ami idén az úgynevezett peach fuzz, ez egy ilyen barackos árnyalatú szín, wow. És arról is egy picit beszélek, hogy ezt kiknek érdemes beépítenie a ruhatárába, illetve hogy hogyan kapcsolódik ez az úgynevezett alapruhatárhoz. Ez ugye azt jelenti, hogy minden évszakban vannak bizonyos ruhadarabok, amiket érdemes beszerezni. Mindenkinek, ugye már az évszak elméletről volt szó korábban, tehát minden típusnak a saját színeiben, ez fontos. És ez azért könnyíti meg az öltözködést, mert ezek nagyon jól variálhatóak egymással. Tehát, hogyha reggel valaki nagyon siet, akkor csak összepasztítja ezeket a darabokat, és akkor nem kell sokat gondolkodni. Ezért azt szoktuk javasolni, hogy érdemes, hogy ezek minél inkább ilyen világosabb színek legyenek mondjuk a fölsőkben, illetve lehetőleg egyszínű, vagy ne annyira mintás, ne feliratos. Tehát ez, ami mondjuk most, ezért elsősorban fókuszálunk a nőkre, de természetesen a férfiaknál is azért a szoknyán leszámítva hasonlóak ezek. Ők is ugyanúgy hordhatják a trend színeket. Igen. Tehát náluk is ugyanaz a trend. Nincs ilyen, hogy külön választják a nagyok évente a trendet a férfiaknál és a nőknél. Nincsen. Hát alapvetően hasonló, de nyilván azért a férfiaknál nem a pöttyös lesz, de azért összhangban van mindenképpen. Ugye amit javaslunk mondjuk, hogy hölgyek mindenképpen egy fehér inget, ugye a fehér az ugye lehet a úgynevezett tiszta fehér, a hideg típusoknak, a meleg típusoknak egy kicsit ilyen vajasabb fehér, tehát egy fehér inget érdemes beszerezni, mert ugye ezt lehet lazábban is mondjuk egy farmernadrággal, vagy pedig elegánsra tenni egy elegáns szoknyával. Ugye nagy divat, azért ez régóta nem megy ki a divatból egy farmer jacket, tehát azt érdemes mindenképpen. Egy jó pár éve? Egy jó pár évtizede. Igen. Valószínűleg még egy jó pár évtizedig maradni is fog, úgyhogy ez az, egy örök darab. Örök zöld, igaz? Igen. Örök zöld vagy örök sárga, de ezt is ugye érdemes abban a színben. Itt például be tudom kapcsolni ezt a barack árnyalatot, mert például ugye a meleg típusoknak, a tavasz és az ősz típusoknak akár ilyen színű is lehet a farmer jacket. Igen, és milyen jó, hogy már gyártanak mindenféle Most színű. Már mindenféle szín van. Tényleg, minden meg lehet találni, kedves nézők, de nyilván tudják a nézők is. Igen. Úgyhogy manapság már ilyen szempontból könnyű dolgunk van. Egy farmer nadrág, vagy farmer szoknya, az is mindenképpen tavasszal, nyáron nagyon hasznos tud lenni. És ugye az alapruhatár azért függ attól is, hogy éppen ki milyen élethelyzetben van, milyen munkája van. Tehát akinek mondjuk elegánsabb öltözetekre van szüksége a munkájában, annak nyilván fontos, hogy legyen egy elegánsabb nadrágja is, és egy elegáns szoknya is, és az mindig el szoktuk mondani, hogy azért nem tudunk így általánosítani, hogy az ilyen fazon vagy olyan fazon legyen,
Mert ugye mindenkinek a testalkatához kell. Amit már a Piroskával megbeszéltünk. Ezúton bátorítom a kedves nézőket, hogy nyugodtan nézzék vissza bármelyik adásunkat a YouTube csatornánkon, vagy a paxtv.hu oldalon. És hol is tartottunk? Bocsánat. Még hozzátenném azért, hogy egy blézer is nagyon fontos, ugye ebből van sportos vagy elegáns verzió, de azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy az alapruhatár része legyen, hiszen ez is nagyon jól variálható. És akkor ugye a cipőkről is lehet beszélni, ebben most akkor nem külön adást lehetne arról beszélni. Részletesen, igen. És hát nyilván minden típusnak ugye a saját színeiben érdemes, hogy egy világos színű felső. És akkor ez és a barát szín, bocsánat, ez a barát szín, ami most trend, ez egyébként mindegyik típusnak van ilyen, csak árnyalatok? Ja, igen, ez nagyon jó kérdés. Ugye tavaly a magenta volt az év színe, ami a hideg típusoknak kedvezett, tehát a nyár és a tél típusoknak. Az idei év színe az ugye a tavasz és az ősz típusoknak áll jól, tehát főleg nekik javasoljuk. Nyilván mintákban, vagy egy-két kiegészítőben nyugodtan hordhatják a többiek is, tehát azért ezek nem ilyen küldövésett szabályok. Igen, igen, én azt szoktam mondani, hogy ezek a stílusszabályok, nem jogszabályok, tehát nyilván lehet kombinálni. Lehet azért egy kicsit ezzel játszani, mert az öltözködés amúgy szerintem egy játék igazából, tehát az a fontos, hogy jól érezzük magunkat. Igen. És hogyha valakinek az a bizonyos barackárnyalat nagyon tetszik, akkor nyugodtan hordja. És akkor én tudok még valamit, kedves Piroska, hogy van valami forma most a ruhákon, ami hát trend? A trendek, ez nem áll meg a színeknél, hanem a forma nagyon fontos. Én ezt tervezőként még jobban értékelem, ruhatervezőként. Hát kapcsolódva mihez, a barack rózsaszín végül is tényleg csak a tavasznak és az ősznek áll jól. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nem muszáj mindig a trendnek megfelelni. Tehát viseljük azt a színt, ami a legjobb. Tavaly például az ősz és a tavasz nem viselhette igazából a magentát. Viszont a nyár és a tél típus meg élvezkedhetett. Tehát a trend az van. Mindig, igen, és a divat mindig megújul. A trendek azok mindig átívelhetnek is, tehát nem ugyanúgy csak egy évszakra szólnak, hanem mindig egy-egy kedvelt stílus, vagy kedvelt forma, az mindig tovább tart, van, ami évekig tart. Hát most például ezek az ingruhák tavaly elkezdődtek, de ugyanúgy az idei nagy divatházaknak a bemutatóin is ott vannak, és hát persze van olyan tervező, aki a barackszint favorizálta, de nagyon sokan, például nagyon sok nagy divatház a pöttyöst előhozta, tehát a pöttyös minden formában. Hoztam is pár ruhát, tehát igen. A pöttyös akár lehet geometriai, lehet XXL-es nagy pöttyös, hoztam is hozzá egy szoknyát, vagy lehet egészen tűpöttyös is. Nyugodtan megmutathatod. Nagyon örülni fognak a kedves nézők, hogyha láthatják. Ez egy ilyen normál klasszikus pöttyös ruha, és ez egy ilyen klasszikus, tehát a kifejezetten nőies típusnak, és miután ez egy szép tengerész kékfehérrel, ezért gyakorlatilag minden évszaktípus viselheti. Igen, nagyon jó. Ami a babán van, azt is te tervezted, a te ruhát? Igen, ez egy hernyós helyemű nyári ruha, és ennek az az érdekessége, hogy a pöttyök ilyen nagyon össze-vissza vannak, vagy ilyen csoportosan van kicsi és nagy pöttyök, tehát ez egy ilyen játékos ruha, és inkább ezt a szín a tavasz típusnak javaslom leginkább. És még valami, az ott nagyon tetszik, igen, nekem, azok a szoknyák ott, azok nagyon szépek. Igen, és amit az előbb említettem, ez az óriás pöttyös, nagyon nagy divat, és egy másik szoknya, ami meg szintén a klasszikus nagyságú pöttyök, és akkor van, ami szintén megtalálható majdnem minden divatháznál, ez a nagyon apró pöttyös, tűpöttyösnek is szokták nevezni. Nagyon szépen, köszönjük szépen, Piroska. Megengedő, Zsuzsi, akkor még egyet mutatnék, ami Hogyne? Nagyon érdekes. Wow. Egy kicsit a pöttyök geometriai elrendezésben vannak, és ettől van egy érdekesség. Tehát a pöttyös azért nem egyszerű pöttyös idén,
hanem geometriai, szórpöttyös, nagypöttyös, tűpöttyös. Fantasztikus. Szóval most ez a trend. Igen. A barack színnel együtt. A barack színnel együtt, de nem kell hozzá ragaszkodni. Nem kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ennyi fért bele a mai műsorban. Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok. Reméljük, hogy megint tudtunk valami jót, mert szerintem nagyon hasznos volt a műsor. És tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!